Új bemutatóra készül a Harlekin Bábszínház, Kukorica János Vitéz, avagy egy ős bemutató rejtélyei címmel. Az intézmény arra vállalkozott, hogy a népszerű daljátékot egy új és különös színházi megjelenítésben valósítsa meg. Erről beszélgetünk vendégeinkkel, Éri Kovács András igazgatóval, illetve a darab két szereplőivel, Mészáros Pancsával, és hát nem kell bemutatni, Tóth Leventével. Köszöntünk titeket a stúdióban. Levi, hozzád fordulok először. Akasztják a hóhért klasszikus esete. Milyen érzés most a másik oldalon ülni? Jó! Jó, tényleg jó, jó itt is ülni, ott is ülni. Nyilván most másik szerepkörben beszélgetünk majd. És hát nézem András szemét. Szerintem adjuk át neki a szót, jó? És akkor hadd teljesedjen ő is ki a darabbal kapcsolatban. Hát akkor a darabról beszélgessünk egy picit. Egy konfliktusokkal teli próbahangulatot jelenítenek meg, amely Fedák Sári nevéhez kötődik. Hogyan kötődik az ő nevéhez? Hát, ahogy az ősbemutató kötődött az ő nevéhez, tehát az eredeti ősbemutató 906-ban úgy történt, hogy elkezdték volna próbálni a darabot, de Fedák Sári, aki a Király Színház primadonnája volt, bejelentette egy szép nap, hogy ezt a szerepet ő szeretné eljátszani. És akkor ebből indul az alapkonfliktus, ugye hát ez egy férfi szerep, és ő meg egy nagyszerű primadonna, a kor egyik leghíresebb primadonnája, ami azt jelenti, hogy kiváló koloratúr készségekkel rendelkező, mély alt, szoprán-szerű mély alt hangja van, tehát ez volt. Tehát ez egy nagyon, nagyon érdekes dolog, és Kacsó Pongrász hajlott erre a dologra, sőt, Fedák Sári maga leutazott Kacsó Pongrászhoz, amikor már megkapta a darab zeneírására a felkérést, és meglátogatta Badacsonyi otthonában is, és rávette arra, hogy úgy írja a dalokat, hogy ő ezt jól el tudja énekelni. Tehát ez az elő története, és aztán ő 200-szor játszotta a bemutató után, tehát nagyon nagy sikere volt. Kicsit mutassuk be a szereplőket. Kiket alakítotok? Pont csak kezdjük veled. Hát én volnék Fedák Sári, aki megjelenik ezen a próbán, és hát szétrombol mindent így elsőre, és konfliktusba kerül az igazgató úrral, akit Levi alakít. Igen. Tehát konfliktusokkal teli ez a történet, közben három síkon alakul a sztori. Van egy valós sík, ezt képviseljük mi, illetve van egy bábos vonal, ami az illúzió részét képviseli, és ebből a kettőből alakul ki az abszurd világ, és ezeket próbáljuk meg így váltogatni. Igen, hát én a direktort játszom benne, ugye a Király Színház igazgatóját, és megint egy nagyon furcsa színészként nekem ez a létezés, és küszködök is vele, nem titok, Andrással beszélgettünk meg, néha vitatkozunk is erről, de szerintem ez a kreatív folyamatnak fontos része, mert meg kell találni azokat a fontos részeket, hogy itt van egy báb előadás is, ugyanakkor mi élőben játsszuk a szereplőket színészként. És ezt a kettőt egymás mellé kell rakni, tehát nem egy olyan klasszikus próba folyamatot látnak a nézők, gyakorlatilag látják a János Vitéz előadást, hiszen elhangzanak a dalok nagyon-nagyon szép hangzásban és nagyon szép hangokon, de közben meg kell találni azokat a pontokat, amit igazgatóként vagy színészként ebbe bele tudunk integrálni, és ez tud működni, anélkül, hogy a kettő kioltaná egymást, és ez egy elég nehéz, színészileg legalábbis elég nehéz feladat. Azt azért el kell mondani, hogy a színteknél ugye a bábos az a szimbolika ennek a dolognak, tehát a bábos jelenetekkel az eredeti daljátékot játsszuk. Ez egy fontos dolog, és igazából mindenki játszik egy színészi realitást is, tehát ugye aki ugye Kukorica Jancsit nem csak a Fedák Sári játsz, hanem az eredeti kijelölt tenor, akinek ugye igazából nincs neve, csak ott van, mint egy tenorista, aki el akarná játszani önmaga is a János Vitézt, de hát ebből alakulnak ki a konfliktusok aztán, és az ugye a Böti László, ugye aki a Király Színház igazgatója volt, és ezt a bemutatót nem csak a színházat igazgatja,
hanem vezeti is. Ugye akkor még azért a rendezői feladat nem vált ennyire külön a színészi jelenlétektől sem, tehát amelyik színésznek eszébe jutott valami, az mindig valamit csinált. Ezt próbálja az igazgató személye összefogni valamilyen szinten, és akkor még ott ül a szövegíró is, aki időnként konfliktusba kerül a saját szövegével, illetve Fedákkal, mert ő egy kicsit át is írja, tehát egy picit átgondolja a szerepet, különösen a második felvonásban, ahol elhozza a kedvenc barátnőjét, aki szintén színésznő, és akire ő maga ráhozza a francia királylány szerepét. Ő úgy dönt, és ez ott mindenkit meglep, és ebből van aztán a folyamat, és az izgalom, és az érdekesség. Hogyan dolgozták egyébként át a műnek a magját? Szükséges egyébként modernizálni? Nem így fognám föl, hogy modernizáció, hanem úgy fogom föl, hogy ez egy átirat. Tehát mi mást akartunk vele mondani. Egyébként az eredeti daljáték ma már túl romantikus, túl szentimentális, kicsit gicsbe hajlik a történet. Tehát ma főleg a fiatalok ezt nem veszik be. Tehát nehezen tudnak ezzel azonosulni. Tehát ma azt mondjuk, hogy eljátsszuk a daljátékot, és mindenki nézve, mint a moziba, hogy ez micsoda a Netflix idején. Egy ilyen furcsa, régi álomvilág, meg Tündérország, meg mindenféle. Tehát azért ez nagyon eltér a Petőfitől. Tehát nem az eredeti. Tehát Bakonyi Károly, aki egy nagyszerű szövegíró, ezt nagyon jól átírta abban a korban, ugye 906-ról beszélünk, ahol ez akkor nagyon érdekesnek tűnt, és izgalmas feldolgozásnak egyébként rengeteget játszották, és ami nagyon fontos, hogy megvan a maga nosztalgiája is, mert az 50-es években Sárdi János nevű fantasztikus operettszínész és énekes ezt 400-szor játszotta az operettszínházba, úgyhogy Csilláron is lógtak, tehát imádták. De mi nem azt mondanám, hogy modernizáljuk, hanem mi most mást akarunk közvetíteni, tehát megpróbáljuk közelhozni a mai gondolkodásmódunkhoz, a mai életvitelünkhöz, és itt a nehéz az igazgatónak, aki ütköződik ezzel a Bakonyi féle szövegkönyvvel, a Fedáksári hirtelen jelenlétével, és hogy egyáltalán hogyan bontakozik ki ebben a darabban az a fajta furcsa romantika, ami ma nehezen követhető már azon a szinten. De akkor azt el lehet mondani, hogy az eredeti naív álomvilággal gyakorlatilag úgy szembe mentek? Nem megyünk szembe, megjelenik, csak átértékelődik. Nem ellene dolgozunk, érte dolgozunk, hogy azok az értékek ugyanúgy érvényesüljenek ma is. A darab különlegességét, és ezt most mint nem bábszínész mondom, hanem mint színész, aki én egyébként végignézem az egész előadást ugye szerves részeként, fantasztikus képek vannak benne, és megint igaz az, amiről talán Andris, mikor vendégként volt nálunk, akkor beszéltünk is erről, hogy 50 éves fejjel tudom élvezni azt, ahogy a kollégák báboznak. Tehát maga ez a jelenlét, tehát amikor a daljáték működik és megy a maketben, az egy abszolút élvezhető, és mondom, felnőtt fejjel is rácsodálkozom, hogy mennyire tud létezni a szakma, mint a báb szakma, akár felnőtteknek is. Fantasztikus egyébként, fantasztikus. Mennyiben különbözik egyébként az eredeti ódon millió a mostani nem modernizált változattal, hanem egy kicsit közelebb kerülve a mai kor igényeihez? Mik a legfőbb különbségek? Pancsa, beszélj te is. Idealizáljuk, igen, amin azt számoltak ezt a szöveget. Igen, szerintem egyébként már maga a bábos megközelítés is egy modernebb forma lehet, úgyhogy ebben mindenféleképpen. Illetve szerintem a díszletben, az átjárásokban, a különböző szintek közötti átjárásokban ez mindenképpen újdonság lehet. Igen, mert mindig a keveredik. Tehát az, hogy, igen, az, igen, hogy igen. Keveredik az, hogy van egy báb előadás, amit látnak a nézők, és ami mondhatjuk azt, hogy az eredeti dramaturgia alapján zajlik. Van egy színészi világ, amikor a szereplők, a színészek egymással léteznek, és van egy ilyen köztes történet, amikor a színész egyszer csak bemegy, és báb színészé válik magában az előadásban, és ezek mind nagyon, nagyon furcsa kohéziót alkotnak, és szerintem ez
pont ez adja a különlegességét az előadásnak, hogy ez így mégis egybe képes működni, és ettől lehet talán egy kicsit modernebb. Tehát nem egy klasszikus színházi, vagy egy bábszínházi előadás, hanem a kettőnek az ötvözete, és ez egy elég szerintem ritka forma a színházban. És ehhez még hozzájön, hogy élő zene lesz. Hát egy kamara együttes élőben zenél, és a közreműködő színészek meg ott élőben énekelnek. Ez is egy nagy dolog egyébként. Én nem, tehát nem kell megérni, hogy én nem fogok énekelni. Ez sem igaz egyébként, mert kényszerből muszáj neki néha, de dala külön nincsen. Igen. Ha meg kellene határozni egy célcsoportot, akkor ezt hogyan lőnétek be? Fiataloknak. Fiataloknak, felnőtteknek és nyugdíjasoknak is, tehát nálunk törzs közönség a felnőtt előadások bemutatóin a nyugdíjasok. Egy nagyon különleges előadásnak hangzik, még azt áruljátok el, hogy mikor lesz a bemutatója? November 5-én lesz egy házi bemutatónk, és az igazi bemutató az 13-án lesz a Kamara Opera Fesztiválon. Kamara Opera Fesztivállal közösen vállaltuk be ezt a produkciót, mint daljáték. Nagyon szépen köszönjük, hogy itt voltatok, és nagyon sok sikert kívánunk az előadáshoz. Köszönjük szépen. Szépen nekem felkeltettétek az érdeklődést, úgyhogy ott leszek a nézők soraiban. Úgy legyen. Ha nem énekelsz. Igen, nem énekelek, úgyhogy nyugodtan jöhetsz.